Tisztelt miniszter úr, államtitkár úr, elnök úr, főigazgató úr, kedves vendégeink! A Bátszalókváros önkormányzata nevében tisztelettel köszöntök mindenkit, aki személyes jelenlétével megtisztelte alapkő letételi ünnepségünket. Ez a nap városunk életében igen jelentős szerepet kapott a jövő tekintetében. Néhány perccel, egy szűk órával ezelőtt mentőpont kezdte meg működését városunkban, most pedig a várva várt tanúszoda program megvalósulásának helyszínén vagyunk, és az építkezés megkezdését jelző időkapszulát helyezzük el a projekt helyszínén. A város képviselői, a tankerület, a gyerekek, a szüleik és persze az itt nyaraló vendégek is nagyon örültek annak, amikor a Bátszalók bekerült az ország 24 tanúszoda építését megvalósító települések sorába. Hol lehetne ennek a létesítménynek jobb helye, mint egy szabad víz a Tisza-tó partján? Igaz, van víz, mondhatnánk, van szabad strandunk, de az úszás oktatásra nem igazán alkalmas, viszont a kísértés megvan a gyermekekben a lubickolásra, a fürdőzésre. Ehhez a biztonságos úszástudás megszerzéséhez, ebben a hátrányos helyzetű térségben fog igen-igen nagy szolgálatot tenni ez az úszoda. Ma már kívánatos lenne, hogy az alapműveltség része legyen az úszástudás, ugyanúgy, mint a kerékpározás. Azonban a mi gyermekeink számára ez eddig csak korlátozottan volt elérhető. Ez a program nagy előrelépést tesz lehetővé az úszni tudás, a rendszeres testmozgás, a sportolás életmódszerű űzéséhez, vagy a szabadidő egészséges eltöltéséhez. A Bátszalók képviselőtestülete elkötelezett ebben az irányban is, ezért eddig is és ezután is segíti minden tőle telhető eszközzel a megvalósulást. Az önkormányzat az alapközművek biztosításával 24 millió forint értékben járul hozzá ehhez a programhoz. A beruházás és a működtetés a nemzeti sportközpontok koordinálásával fog történni. Bízom benne, hogy a kihasználtság a lehető legjobb lesz, hiszen a tankerület iskolái folyamatosan igénybe fogják venni, a nyári idegenforgalmi szezon pedig további táborozási, edzőtáborozási, szabadidős lehetőségeket rejtenek magukban a vizes sportok tekintetében. Kívánom, hogy térségünk minden gyermeke tanulója alapműveltségi szinten legyen birtokosa az úszástudásnak. Köszönöm, hogy meghallgattam. Tisztelt miniszter úr, polgármester úr, kedves Abbátszalókiak, hölgyeim és uraim, kedves jelenlévők! Valóban Tiszán járó emberként, nem csak annak idején miniszterként, hanem rendes kenus emberként és Tiszán járó emberként is, valóban, hát ezt nem mondom, hogy hazajön az ember, mert szégyenletesen régen jártam erre, de örömmel mondom, hogy nem ismeretlenül, ismerős tájak és ismeres emberek közé jöttem. Sportberuházásról lévén szó, engedjék meg, hogy Szentgyörgyi Albert gondolatát idézzem, ki azt mondta, hogy a sport elsősorban szellemi fogalom. A sport a játék alatt tanítja meg az embert rövid idő alatt a legfontosabb polgári erényekre, az összetartásra, az önfeláldozásra, az egyéni érdekek alárendelésére, a kitartásra, a tetrekészségre, a gyors elhatározásra, az önálló megítélésre, az abszolút tisztességre, és mindenek előtt a fair play, a nemes küzdelem szabályaira. Külön öröm számomra, hogy most egy olyan településen építünk egy új úszodát, amely a hazai vízisportok és a fürdőturizmus egyik legnagyobb hazai élményközpontja. Aki járt már kenuval vagy kajakkal a Tiszató erdőktől övezett holtágaiban, jelentem én kenuval sokszor, tudja, hogy egy valóságos mesevilág van itt, amely igazi hungarikum. Egy ilyen környezetben professzionális tanúszodát építeni nem csak öröm, hanem kötelesség is. Az új úszodával minden adott lesz ahhoz, hogy az itt élő iskolások, óvodások megtanuljanak úszni, és természetesen a vízkedvelő helybéliek és a turisták is élvezhessék ennek a gyönyörű létesítménynek az előnyeit. Az úszoda azonban nem csak sportolásra alkalmas hely. Az úszoda közösségépítő hely. A világ legfontosabb dolgait már a rómaiak is a termákba beszélték meg, és meg kell, hogy mondjam, hogy a magyar kultúra és politika fontosabb dolgait
az elmúlt évtizedekben a budapesti úszodák teraszán döntötték el, vagy legalábbis befolyásolta az ott beszéltek a magyar társadalom és kultúra fejlődését. Az úszodába járó, esetleg ott rendszeresen sportoló gyerek nem csak úszni tanul meg, hanem felkészül a közösségi életre, kitartásra, a küzdelemre. Egy szóval a sport megtanítja a gyereket mindenre, amire felnőttként szüksége lehet. Az abátszalóki tanúszoda 365 millió forintból épül meg. Fontos kiemelni, hogy a 41 méteres létesítmény, ahogy az országban mindenütt, teljes egészében költségvetési forrásból valósul meg, és később az üzemeltetését is az állam fogja állni. Helyi önkormányzatnak tehát nem kell saját forrást hozzátenni, ami jelentős könnyebbség ennek a városnak is. Köszönjük, hogy Abátszalók vezetése egy ideális helyszínt, a már meglévő tiszaparti kemping egy részét ajánlotta fel az építkezésre. Köszönöm polgármester úrnak, a testületnek és minden helybélinek azt is, hogy az eddigi tervezési munkákban partnerként működött együtt a fejlesztési tárcával. Közös munkánk eredményeként lehetővé válik, hogy már a következő tanévtől kezdve két tanmedencében, egy 25 és egy 10 méteresben elindulhat a mindennapi úszásoktatás. A fennmaradó időbe pedig bárki hódolhat az itt a vízisportoknak. Az épületet, mint itt a maketten látni lehet, úgy terveztük meg, hogy az egyik oldala nyitható, tehát nyáron félig-félig fedett szabadtéri strand is alakít, a strandá is alakítható. Tisztelt jelenlévő kedves barátaim! Mai nap fontos mérföldkő Abátszalók életében, ám azt is tudni kell, hogy ez egy nagy terjedelmű országos beruházás sorozat egyik láncszeme is. A kormány 2014-ben döntött a hosszú nevű, de jelentős tartalmú nemzeti köznevelési infrastruktúra fejlesztési programról, amelynek keretében az országban 24 tanúszodát, 25 tornatermet, 24 tantermet és 5 komplett iskolát építünk fel országszerte, főleg a járási központokban. Ez összesen 78 projektet jelent 38 milliárd forint értékben. Az elmúlt egy évben a projekteket mindegyikét sikerült pályára ittani, sok helyen már ősztől teljes üzemben működni fognak az úszodák. Ez az össztársadalmi szempontból is egy meghatározó eredmény. Van egy mondás, mely szerint a siker nem fogja lejjebb adni, nekünk kell felemelkedni hozzá. Úgy gondolom, hogy ezzel az átfogó programmal sikerült felnőnünk a várakozásokhoz, sőt túl is szárnyaljuk azokat. Kormányzat célja változatlan, mint polgármester is utalt rá. Szeretnénk, ha Magyarországon minden gyermek megtanulna úszni, szeretnénk, ha az úszni tudás a napi átlagos kultúra szerves része lenne. A sport öröme, a győzni tudás, a másik győzelmének elismerése az életük részévé válik. És ehhez minden feltétel adott is lesz. Köszönöm a meghívást. Köszönöm, hogy ezt elmondtam, és nagyon remélem, hogy a közel egy év múlvai átadáson viszont láthatom itt önöket. Köszönöm, hogy megtiszteltek figyelmükkel. Tisztelt hölgyeim és uraim, államtitkár úr, polgármester úr, elnök úr, kedves gyermekek, kedves abátszalókiak, szeretettel köszöntök mindenkit a mostani ünnepségen. Köszöntöm a környező települések vezetőit, polgárait, állami szervezetek jelenlévő képviselőit is. Város történeti jelentőségű beruházás kezdődik ezekben a pillanatokban az alapkő letételével, hiszen Abátszalókon kevesen gondolták volna azt, hogy tanúszoda lesz mondjuk 5-10 évvel ezelőtt. Kevesen gondoltuk volna mi is azt akár egy évtizeddel ezelőtt is, amikor a térség a város fejlesztési terveivel foglalkoztunk, közép- és hosszú távú tervekkel, hogy lehetséges az, amire itt már régóta szükség van, lehetséges az, megvalósulhat az, hogy itt legyen egy olyan fedett uszoda, amely kiszolgálja a város lakóinak, gyermekeinek is az igényeit, az oktatást is, a térség számára is szolgáltat, és az ideérkező turisták számára is lehetővé teszi azt, hogy még több időt töltsenek a városban. A Nemzeti Ügyek Kormánya és a 2010-es választás kellett ahhoz, hogy olyan politika érvényesüljön, amelynek a célja, hogy a vidéki térségekben élők,
abátszalókon élők, a környező falvakban élők is olyan szolgáltatásokat kapjanak, mint amiket a nagyvárosiak természetesnek vesznek, megszoktak már. Megszokták már Budapesten, a megyeszékhelyeken azt, hogyha valaki gondol egyet, szeretne úszni, vagy a gyermekét szeretné úszásórára beíratni, akkor pár villamos megállóra, busz megállóra, ott van az intézmény, amit igénybe lehet venni, ott van a testnevelő, ott van az úszásedző, és akkor a gyermek 2 hét, 1 hónap múlva már megtanul úszni, tud vízilabdázni, versenysporton, és így tovább. Itt vidéken ez máshogy volt, de nem sokára ugyanígy lesz. 1 év, és itt kész van az a tanúszoda, amely lehetővé teszi, hogy az abátszalók és környező településeken élő gyermekek, a járás gyermekei is Kunhegyesről, innen Tiszadelzsről, Tomajmonostoráról, és még sorolhatnám, az úszásórákon, az órán túli testnevelésen és részt véve elsajátítsák azokat a fortélyokat, amelyek kellenek ahhoz, hogy a versenysportban, vagy egyáltalán, hogyha strandolni kimennek, a biztonságérzetben plusz nyújtsanak, többletet nyújtsanak. Én nagyon fontosnak tartom, hogy ez a koncepció, ez a program minden gyermek tanuljon meg úszni, végigmenjen, és akkor tényleg élve azzal a lehetőséggel, hogy Magyarország természetes vizekben gazdag, termálvízkincse, világméretben is kiemelkedő, úszásban, az úszoda kultúrában is nagyon jó helyen vagyunk, eljuttassuk ezeket az értékeket, hozzáférhetővé tegyük ezeket az értékeket az ország távoli pontjain is, félreeső településeken lakók számára is. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, ennek a beruházásnak az előzményéről is essék néhány szó. Kedves gyermekek, ez talán a számotokra is később érdekes lett, hiszen jól tudjuk, hogy a abátszalóki kempingben vagyunk. Néhány évvel ezelőtt komoly előkészítő munka volt, jogi birkózás volt ahhoz, hogy ez a terület a város tulajdonába kerüljön. És ezáltal nyílt meg a lehetőség a megyei önkormányzat, az állam és a település együttműködésének köszönhetően arra, hogy itt egy ilyen beruházás megindult, hiszen megvan hozzá a kellően jó helyen lévő telek, megvan hozzá a közművesítettség, a hozzáférés lehetősége is. És az külön hasznos dolog, hogy az úszoda föntartása nem a város nyomja, hiszen ennél lényegesen nagyobb szerepet tölt majd be, hanem a magyar állam fogja a 365 millió forintból épülő úszodát föntartani. Csak abátszalókon 530 gyermek fogja használni az úszodát, 380 iskolás, 150 óvodás, a felnőttekről, a környező településeken lakókról és a turistákról még nem is beszéltünk, hiszen itt évente 100 000-es nagyságrendű turistaforgalom zajlik, és hogyha jön néhány felhő, 1-2 napig esik az eső, akkor bizony a vendégek nem érzik jól magukat, lehet, hogy összepakolnak, elmennek, így pedig meg tudják hosszabbítani az itt tartózkodásukat. A hatása tehát egyértelmű a nyári és a nyáron kívüli idegenforgalmi szezonra is. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves gyermekek, tisztelt önkormányzat, tisztelt polgármester, én kívánom azt, hogy ez a beruházás a tervek szerint kellő határidőre, jó ütemben és jó minőségben valósuljon meg, és utána eljön majd az átadás pillanata, és kívánom azt, hogy mindenki élvezze azokat az áldásokat, amelyben az úszoda részesíti önöket, részesít benneteket, gyermekek, úszni, az úszás megtanulni, a szabadidőt hasznosan eltölteni, ez a rendeltetés ennek a fejlesztésnek. Gratulálok és jó munkát kívánok!